Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Annyi Tibor, a pártelnök, a pártvezető, iszom, nem iszom, szóval megvan-e a 106 képviselő, vagy nincs meg? Még nincsen meg, és meg lesz ez valamikor az év végéig. Részt vesznek az előválasztásokon, vagy nem? Több mondatokba beszélgetünk. Egészen biztosan nem. Mi az oka ennek, hogy ha nem reggel lenne, és fiatalok nem néznénk, akkor azt mondanám, hogy fekete az ülepük. Mi a baj? Mi a baj önökkel? Ez a mi nem is akarunk részt venni ezen, tehát ez már elment ez a hajó. Tavaly még azt hittük, hogy ez egy valódi verseny, programok versenye. Hát aztán már ez tavaly ősszel a szerencsi időközi választások idején kiderült, hogy azért ez inkább egy ilyen egyre zavarosabb mutyi, mint sem bármilyen előválasztás, úgyhogy mi akkor eldöntöttük, hogy köszönjük szépen, mi ebben nem kérünk, mi egy baloldali párt vagyunk. Na de könnyűen, náci... ha a munkáspárttal együtt tud működni. Igen, de mi náci és konzervatív gyülekezetben... Vigyázzon arra, amit mond, mert maga is üldözött lesz mind én, és maga korában meg egy hát akkor párt... együtt leszünk üldözöttek. Mert az én összes bűnöm csak az, hogy én nekem változatlan a véleményem egy bizonyos pártról, akkor is, hogyha éppen... Én a Jobbikot neveztem nácinak, ezt tartom is, egyébként van még sajnos rajta kívül más náci párt is. Ettől függetlenül mi egy náci, konzervatív, liberális vetélkedőbe baloldali pártként nem kívánunk semmilyen szinte részt. Magyarázza meg nézőinknek, hogy egy egyszerű magyar polgár, aki a történelmi szocialista párt szavazója volt, még az elődöknek is, meg a mostaniaknak is, hogy éli azt meg, hogy ő neki például több esetben erre a felnevezett pártra kell az előválasztáson szavazni, mert az egyezmények így szólnak. Nem kell. Egyébként ez egy városi történet, vagy főképpen budapesti történet, hogy e körül forog a világ. Most például az elmúlt hónapban a pártunk az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom, vagy ISZOM, vagy Igen Szolidaritás, egy elég feszítő, elég erős vidékjárásban voltunk. 80 kis települést kerestünk föl. Szerkesztő úr, kapaszkodjon meg, a budapesti témák egyike sem jött ott elő. Kizárólag arról szól az életük, hogy hogyan tudnának kikecmeregni abból a szörnyű feszítésből, abból a borzalmas, a rossz minőségű életből, amiben ők vannak. Fütyülnek ők ezekre a sláger témákra, amik itt a budapesti pampákon zajlanak. Tehát most akár Fudán, akár LMBTQI, akár előválasztás, bármi, nem érdekli őket. Egy dolog érdekli, hogy a fenébe tudnának valamicskét javítani a jövedelmükön, hogyan tudnának olyan munkahelyre szert tenni, ahol be vannak jelentve 8 órára, nem csak 4 órára, aztán utána persze 12 órán át dolgoztatva, hogyan tudnák megoldani azt, hogy a csapjukból rendes víz folyjon, ne egy ilyen barna löttye, mivel még egy alsógatyát se lehet kimosni, hogyan tudnának normális körülményeket teremteni a gyereknek, hogy ne 10-15 kilométereket kell gyalogolni, biciklizni télen-nyáron az iskolába. Tehát ezeket én mind értem, de magyarázza meg nekem, hogy ön feltételezi, hogy ezzel a hatalmas kampánnyal, ezzel a hatalmas fizikai erőbedobással, amit ön és a pártja végez, annyian be fognak kerülni a parlamentbe, hogy tényleg ezen mind változtatni tud? Hát erre törekszünk. Hát most olyan dolog, mint hogy egy olimpián induló sport. Törekszünk, meg arra, hogy mi várható, stop, az két hát, dolog. Akkor vegyük így. Hosszú Katinka, dobogóra se fért föl, sok mindenki más meg igen. Tehát ez egy sportolótól, mert ez is valahol egy vetélkedés, egy verseny. Nem illik olyat kérdezni, hogy most akkor miből gondolja, hogy győz. Hát azért menti oda, hogy győzél. Mi úgy gondoljuk egyébként, hogy minden kimutatás szerint ebben az országban 30-40%-ra tehető azon emberek száma, akik egyébként pozitív tekintenek arra a hívószor, hogy szocializmus. Mi ezt hirdetjük konkrétan. Hát ebből a 30-40%-ból 5% csak képes és hajlandó ránk szavazni. Mi ebben hiszünk, ez a mi missziónk, a szociális válságot akarjuk felszámolni, ezt mindenki világosan érti. Bármelyik másik pártról beszélünk, nem tudja
tudják megmondani, hogy mit akar, rólunk tudják. Én azt gondolom, azt mondja, hogy... meg, hogy az ön pártja, aminek hosszú évtizedeken keresztül a tagja volt, vezetője volt, EU-s képviselője volt, napjainkban úgy tűnik, mintha eltűnni készülne. Ez okoz önnek lelkiismeretfurdalást? Talán valamit ön csinált rosszul? Talán ön okozta ezt a léket ezen a hajón? Ha én 2009 óta nem vertem volna a vészharangot, hogy ez így nem lesz jó, akkor valószínűleg lenne. Na de így, hogy én közel egy tucat éven keresztül változatlan erővel mondtam, hogy gyerekek baloldali politikát kell csinálni, ezen a néven, hogy Magyar Szocialista Párt, nincs más esély, mint baloldali politikát csinálni. Ehhez képest egy pragmatista, megalkuvó, jobboldali, liberális vonalvezetés lett úrrá, egészen addig, hogy először ott hagyták a szavazók, utána ott hagyták a párttagok, aztán gyakorlatilag most már 10 vezetőből áll ez az egész párt, akik fölmarják az állami támogatást, hazaviszik és kész. Hát ez nem párt, ez nem politika. Vannak, akik azzal gyanúsítják őket, hogy már csak a parlamentben maradás érdekli őket. Elképzelhető? Nem, az állami támogatás érdekli őket. Ennek része persze a parlamentben maradás, hiszen a pártok kapnak pénzt, de még többet kapnak a frakciók, tehát akinek frakciója van, az az igazi pártfinanszírozás, tehát ők a Fidesz kegyelmére hajtanak, hogy Orbán Viktor minél több pénzt adjon a frakcióknak. Többen azzal gyanúsítanak minket, hogy mi az ön pártját sokkal többet szerepeltetünk, mint mindenki mást, de mit csináljak, hogyha nagyon határozott és érdekes dolgokat mondanak képviselőjelöltjei, és mi azt ígértük a nézőknek, hogy bemutatunk minden képviselőjelöltet, aki megüti a mércét és hajlandó bejönni hozzánk. Milyen képzést adnak nekik, hisz annyiféle helyről jönnek, és annyiféle életpálya van mögöttük, hogy koordinálják őket? Kétféle képzést kapnak a jelöltjeink. Az egyik az egy erőteljes politikai képzés, tehát a programunk legmélyebb ismeretét kérjük és várjuk el ezektől a jelöltektől. Elég jól haladnak ezen a területen, mert oké, az alapokban egyet lehet érteni, de hát rengeteg olyan dolog van, ami... Mi a biztosíték, hogy magukkal fognak maradni, és nem fognak holnap után kikötni, amikor hát bekerültek a parlamentbe, biztos, a DK-ba? Biztos, na nem, hát... Vagy bármelyik másikban. Ne, azt azért kizártnak tartjuk. Más pártok ilyenkor mindenféle dörgedelmeket iratnak alá, nekünk nincsenek ilyenek. Mi egyszerűen az van, hogy aki ebben a mai világban hozzánk szegődik, abban mi nagyon erősen megbízunk, tehát nyilván halál ellen nincs orvosság, tehát... Világos. Előző mondataiból ítélve úgy tűnik, mintha ön igazán a vidék felé fordulna, de mi történik a fővárossal? Nem tudom. Érdekes módon, annak ellenére, hogy nem törekedtünk arra, hogy a fővárosban legyünk minél hamarabb készen a jelöltállítással, sors mégis így hozta, hogy a főváros arányait tekintve a fővárosban van a legtöbb jelöltük, de döntően mi a vidékre hajtunk, oda kell a több energia, és tudja, szerkesztő úr, azért az ám egy nagy érzés, amikor úgy van, hogy... Érdekes, amikor viszont a kormány a vidék felé hajlik, akkor mindenféle megjegyzéseket tesznek a pártokra. Hát tegyenek. De csak most mondok egy példát, hogy amikor megjelenünk egy kis helyen, és akkor a következő faluban már várnak minket. Azért ez egy őrült felemelő történet, és úgy néznek ránk, hogy végre a politika eljött ide hozzánk. Egyetlen egy párt rájuk se nézett. A Fideszt ismerik, mert a tanácselnök, vagy most éppen polgármesternek nevezik, a földes úr, egy-két véleménygazda, ezek oké, ezt a hatalommal azonosítják, és akkor az a Fidesz. De a Fidesz se pártként, hanem hatalomként jelentkezik. Az összes többi párt egyszerűen nincs jelen. Mert most viccként hangzik, de szinte azt kell mondjam, hogy már olyanokat mondanak az emberek, utoljára Rákosi Mátyás volt politikai vezető, aki meglátogatta őket. Mivel magyarázza azt, hogy a kormánypárti médiában szeretettel fogadják ön? Hát ez így túlzás, hogy szeretettel fogadnak minket, mert valójában nagyon meg kell küzdjünk a médiáért. Most bizonyos értelemben még önökkel is, mert én szívem szerint kitölteném az önök teljes műsor idejét, de lám-lám, a Szűk Markó szerkesztő az azt mondja, hogy csak bizonyos, módjával. Csak módjával.
Mi törekszünk arra, hogy minden nagyobb média felülethez jussunk. Mi érezzük, és nem csak érezzük, ezt meg is mondták a szemünkbe, úgy a fű alatt szerkesztők, hogy hát a liberális média az egy olyan hely, ahol mi fekete listán vagyunk, tehát a nevünket se szabad megemlíteni ők. Miért? Most, mit követtek el? Hát az, hogy ezt úgy fogalmazták meg nagyon szépen, hogy nekünk elsődleges feladatunk a 6 ellenzéki párt által alkotott szövetség ügyének a támogatás, és ebbe ti nem fértek bele. Azt akarom mondani, hogy ilyesmik elhangzanak ma 2021-ben. Még van, aki le is írja. Megdöbbentő. Kedves nézőjén... Behozom a levelet legközelebb, mert egy nagyon, nagyon patinás lap írta le, annak is a főszerkesztője. Kedves nézőjém, az elmúlt szűk negyed órában Szanyi Tibor, az Iszom mozgalom vezetője és alapítója volt stúdiónk vendége. Mi hamarabb visszavárjuk. Előzetesek, és már is jövünk vissza, tartsanak velünk. Nagyon szépen köszönöm.